Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem képek is. Ezúttal egy kép jelent meg előttem. Egy gyönyörű nagy fa, és ez a fa fel volt díszítve olyan fehér színű masnikkal. Hogy értelmezed ezt a képet? Leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Ahogy én láttam, a fa jelentheti a természetet. De a fa jelenti a biztonság érzetét is, ahol le tudunk gyökerezni. Ez lehet a család, ez lehet a párkapcsolat, vagy a hivatás. A fának van gyógyító ereje is. És a fehér szín az jelenti a tisztaságot, tiszta kapcsolatokat, ahol le tudunk gyökerezni. És a masni az lehet egy ajándék is. Ez az üzenet, a kép üzenet, vagy üzenet a Bibliából, ez egy általános üzenet, de én biztos vagyok benne, hogy valami szól neked is, hiszen nincsenek véletlenek. És az nem véletlen, hogy te most ezt a felvételt megtekinted. De megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy égi üzenetet a Bibliából, akkor személyes neked szól. A díjam az 4000 forint. És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok az üzenetre. Megvan az erőd ahhoz, hogy bebizonyítsd magadat. Sőt, el fogod érni a céljaidat, de maradj a saját utadon. Hamarosan kapsz egy fontos hírt, mert valaki találkozni akar veled, beszélni akar veled. Te becsuksz egy ajtót magad mögött, és kinyílik egy új ajtó. Én ezt úgy magyaráznám el, hogy te lezársz valamit, és lesznek új kezdetek, vagy új kapcsolatok, vagy egy új irány. Az a hely, ahol te most vagy, fontos számodra, maradj még ott egy ideig, ne változtass ezen. Ne tekints hátra, mert a múlt az nehéz volt. Ez zárt le magad mögött. Miután ezt lezártad, látni fogod, hogy lesz egy új kezdet. És
Ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!